Tombol a nyár, ilyenkor országszerte zajlanak a kutyakiállítások. Mai adásunkban Karcagra, a Nemzeti Kutyakiállításra látogatunk el. Karcagon vagyunk, karcagi CAC kutyakiállítás helyszínén, itt Karcagon az Uglógerben, ahová 479 kutya nevezése érkezett be, 8 bírói körben folynak a bírálatok, az ország minden tájáról érkeztek hozzánk kutyások, kiállítók, valamint rengeteg kutyás érkezett külföldről is, 3-4 országból is érkeztek lelkes kiállítók ide Karcagra. Nagyon szépen megköszönöm még a tagoknak a lelkes segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a rendezvényünk ilyen színvonalasan sikerüljön. Egy kutyakiállítás mindenhol nagy esemény. Nem véletlen, hogy a városvezetés is képviselteti magát. Karcag számára minden rendezvény nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen minden rendezvénnyel megmutathatjuk a településünknek bizonyos szelmensét, valamelyen szeletét. Akik szervezik, bonyolítják ezeket a rendezvényeket rendkívüli módon, profik és hozzáértők. A rendezvény olyan, ami csalogatja az ide látogatókat, nem csak a kiállítókat, jelen esetben a kutyatulajdonosokat, hanem az állatokat, kedvelőket, vagy egyáltalán azokat, akik valamilyen eseményre szívesen ellátogatnak. Én megköszönöm azoknak a kutyatulajdonosoknak, tenyésztőknek a munkásságát, akik ezt alakítják, ezt a kultúrát itt Karcagon, és őtőlük nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, hiszen majdnem minden háznál van kutya, azért nem vagyok megelégedve mindenhol a kutyatartás körülményeivel, tehát még van hová fejlődnünk, de azok az igazi kutyatartók ebben mindenképpen tudnak méltó példát és követendő példát mutatni. Szíves látás, vendéglátás, tartja a mondás, és hogy itt odafigyelnek a hagyományokra, azt azonnal érzékelhettük. Igazából azt kell tudni, hogy Karcag a kun hagyományokat őrizve, és a kunsági ízeket őrizve gyakorlatilag a birkapörköltünk felkerült a Nemzeti Örökség listára, és gyakorlatilag ezt a hagyományt, meg a sok birka főző megméretteti magát ilyenkor. A jó recept az tényleg úgy kezdődik, hogy védj egy jó birkát, és akkor gyakorlatilag a birka súlyához mérten kell adagolni a fűszereket, ami nem más, mint egy kis vöröshagyma, helyenként szoktak belerakni egy kis fokhagymát, só és a paprika, ami édes paprika és erős paprika, és igazából más kellék, nem is kell hozzá, meg egy kis zsír, és ennyi a titka. Közben zajlanak a bírálatok, és a kiállítók mellett a bírókon is látszik, jól érzik magukat Karcagon. Néhány szót mondanék arról, hogy ez a mai kutyakiállítás egyben egy szépségverseny is, ugyanúgy, mint a fővárosban vagy a vidéki nagyvárosokban is. Ez egy kisebb település, kisváros, ahol nagyon lelkes új kutyásokkal is találkozhatunk, és ami tetszik nekem ebben, hogy ezek az új kiállítók rácsodálkoznak erre a kiállítási rendszerre, naív csodálkozással és nagy örömmel vesznek részt a kutyakiállításon. Ez egy kicsit megfog, amikor én a nagy nemzetközi kiállításokon azt a méretetlen nagy komolyságot és azt a kicsit munkaízű, sablonos rendszert figyelve most szinte felüdülés számomra a ugyan kisebb létszámú, de lelkes kiállító, lelkes közönség, és akiknek minden új, kifejezetten nagyon kellemesen érezzük itt magunkat a bíró kollégáimmal. Természetesen megszólaltattunk egy kiállítót is, hisz tulajdonképpen értük van ez az egész rendezvény. Mátyos Imre vagyok, a Karcagi Önállójogó Szervezetnek a tagja vagyok. Most nálunk itt Karcagon került megrendezésre ez a CAC kiállítás. Én a kutyáimmal szerepeltem mostan. Championkanommal CAC minősítést nyertünk. Karcagi Bátor Carlos nevű kutyusommal, hát ő már nagyon eredményes kutyus. Junior championátus, felnőtt championátus, többszörös fajta győztes eredmények rendelkezik. Nagyon szép utódai vannak már neki. Ezen a kiállításon is nagyon jól szerepeltünk. A lányom a junior handler, de nagyon-nagyon sokat tud nekem segíteni ebben a munkában. Úgyhogy neki nagyon sokat köszönhetek, hogy ilyen sikeresek vagyunk már ebben a témában. 10 éve foglalkozok a Cavalier Inchal Spaniel tenyésztésével, nagyon szeretjük ezt a fajtát. A társasági kutyáknál
borzasztó megszerettük ezt a nyugodt természetet, ezt a magabiztosságot, ezt a bátorságot, meg ezt, hogy annyira ragaszkodnak a családhoz, gyerekekhez ezek a kutyafajták, hogy beleszerelmesedtünk ebbe a fajtába, és ez már a családunk rabjával vált, hogy minden kiállításon ott vagyunk. A polgármestertől már megtudtuk, van még mit javítani az állattartási kultúrán. Így van ez az egész országban. Szerencsére mindenhol vannak elszánt állatvédők, akik mentik a sanyarú sorsú edeket. Nincs ez másképp Karcagon sem. Másodjára veszünk itt részt ezen a rendezvényen, és nagyon örülünk, hogy mint állatbarátokat minket is elismernek és szeretnek, és jó kapcsolatokat tudtunk kiépíteni az elmúlt 3 év alatt. Összefogott néhány ember, megalakították ezt az egyesületet. Ez azóta működik is. Az önkormányzattól kaptunk egy épületet hosszú időre bérbe. A Széchenyi pályázaton nyertük el egy állandó gondozónak a bérét, tehát ő ott dolgozik szívvel, lélekkel, és szerencsés volt a találkozásunk, mert tényleg nagyon-nagyon odaadóan dolgozik, és nyugalom van a telepen, és tisztaság és rend már a körülményekhez képest, mert mindig teli teltházzal vagyunk. A kutyavilág két arcát láthatjuk a képeken. Mi drukkolunk az árváknak, és csodáljuk a szépeket. És közben az is kiderült, mely kutyák lettek Karcagon a legszebbek. Gratulálunk! You know what I'm...